Itt Pécsen a Mohácsi úton volt annak az autóvezetőnek a törzshelye, aki még a szondázás után is visszatért a kocsmába. Természetesen autóval, hiába bukott le ittosan a volán mögött. 2020. februárjában gépkocsival a kocsmába hajtott, ahol jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott. Ezt követően az autóba ült, azonban hazafele menet a Tüskésréti úton egy parkoló gépkocsinak ütközött. Az ütközést követően a férfi a sérült gépkocsi tulajdonosának kérése ellenére a helyszínről elhajtott. A rendőrök itt a lakásán fogták el, innen állították elő, és vérvételre szállították. A férfi ezt követően taxival hazament, azonban otthon ismételten gépjárműbe ült, és visszatért abba a kocsmába, ahol a délelőtti órákban italozott. Miután ismét jelentős alkoholt vett magához, a délutáni órákban gépkocsijával hazaindult, de nem jutott messzire. Azonban a forgalomban őt az a rendőrjáró észlelte, aki vele szemben a délelőtti órákban intézkedett, ezért a férfit megállította, és ismételten vérvételre előállították. Az elkövetőnek a cselekménye folytatólagosan elkövetett ittas járművezetés vétségének a megállapítására alkalmas. Az ügyészség a vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés, pénzbüntetés, valamint közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt. A 63 éves férfi már korábban is vezetett ittasan, ezért a jogosítványát átmenetileg bevonták. A vádlott egyébként hivatásos autóvezetőként dolgozott eddig.